Én azt gondolom, hogy a versláb az szexi. Ez egyfajta versláb fétis. Mint minden gyerek gondolkodtam, hogy mi leszek majd, ha nagy leszek. Minden tánc, és ez vonzik a mai táncokra is. A rumbára, a szambára, és még a legvadabb kortárs tánc is. Csak akkor szép, ízlésesen, finoman. Kellő szaktudással táncoljuk. Hogyan lehet apró dolgokkal használhatóbbá és élhetőbbé tenni a körülöttünk lévő világot? Azt találtam ki, hogy akkor nem elég a dupla fal. Akkor legyen egy harmadik fal. Száz százalékig tudjuk azt garantálni, hogy nem fog belefolyni a talajba az üzemanyag. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hó takar áll a bérci tetőt. Képzeld el, hogy te egy sejtmag vagy, és valamit elkezdesz csinálni. Van egy olyan szabály, hogy a szomszéd, tehát a körülötted ülő zenésztársaid, ők lesznek a plazmák, a sejtplazmák, figyelik, hogy mi történik, és amikor mellettük szól valami, akkor tehetnek hozzá. Nem tudni, hogy pontosan mi fog történni, mert a tartalom elég szabad, de a maga a folyamat mégis komponált. És aztán ugyanúgy, hogyha a sejt maga abba adja a tevékenységét, akkor ez egy ilyen késleltetett elcsöndesüléssel elterjed. Az Ávada Péter augusztus végén. Már foszlik a fűben a lágy pihepaplan, már ömlik a toll a szalon teraszán, vagy szárnyma az éj, simogat szakadatlan, friss pejhe lehull, kavarog dekaszán. Kaotikusnak alhatom, amit nem tudok hova tenni. Vagy pedig megpróbálom így egyszerűen elfogadni, hogy ez is van, és nem máshoz viszonyítsunk, csak ahhoz, hogy így benne mi mozdul meg, hova rezonálok.